Fejlesztés, jövőre új épületbe költözhet a Zugligeti iskola felső tagozata. Az olvasást népszerűsítették, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, színpadi programok a Magyar Nyelv és Könyvünnepén. Elismerés, átadták a Budavárért emlékérmet. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Minden iskolában becsengettek, hétfő reggel megkezdődött az új tanév. Szinte nincs olyan budai intézmény, ahol ne végeztek volna kisebb-nagyobb karbantartási munkákat a nyár folyamán. Pokorni Zoltán, a 12. kerület polgármestere a Zugligeti általános iskolában bejelentette, az intézmény felső tagozata a jövő évtől új helyen, a jelenlegi iskolával szemben lévő fácános területén működik majd tovább. A Normafa program részeként egy teljesen új épületet hoznak létre a diákok számára. Volt, aki még kissé megilletődve, és volt, aki már bátrabban ült be az iskolapadba. Szeptember 3-án reggel 8 órakor az ország valamennyi oktatási intézményében becsengettek. Itt a Zugligeti általános iskolában összesen 52 elsős kisdiák kezdte meg az új tanévet, őket szüleik is elkísérték. Próbáltuk mondani neki, hogy mennyi mindent fog itt tanulni, milyen érdekes dolgokat fog csinálni, várta már. A tanévnyitón nem csak a nyári táborok képes összefoglalóját láthatták a gyerekek és a szülők, de azt is, hogy hogyan épül a Zugligeti iskola felső tagozatának új otthona. A bővítésre azért van szükség, mert az intézmény mostani épülete az utóbbi években folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt szűkösnek bizonyult. 2011-ben vettem át az iskola vezetését, akkor 146 gyerek járt az iskolánkba, az idén pedig 350 diák kezdi el a tanévet. Ez azt jelenti, hogy jóval megduplázódott a gyereklétszám, és 2014 óta párhuzamos első osztályokat indítunk. Ez indokolja azt a kérésünket, hogy lehessen egy olyan épületünk, ahol ennyi gyereket kényelmesen el tudunk helyezni. Az intézmény jelenlegi telkén már nem volt hely további bővítésre, ezért az új épületet az iskolával szemben lévő, évtizedek óta kihasználatlan fácános területén alakítják ki. A következő tanévet már itt kezdhetik meg a felső tagozatos diákok. A most folyó munka az egykori fácános területén, a fácán étterem, később kollégium átalakításával folyik. 8 tanterem, 2 kisebb nyelvi terem, tehát csoportbontásra alkalmas 20-25 fős kis terem. Két nagy természettudományos előadó van, olyan, amik 100-an is beférnek, tehát ez egy komoly terem. Egy hatalmas tornaterem, mozgás korlátozottak számára is megközelíthető módon, öltözővel, mosdóval, önálló tanári, igazgatói szoba. Tehát gyakorlatilag megduplázzuk az iskolát. Erre azért van szükség, mert azért az út, az Zugligeti út elválasztja a két épületet. Az alsó és a felső tagozatnak otthont adó épületek között egy új tér is létrejön. Ennek elnevezéséről az önkormányzat honlapján és közösségi oldalán lehet majd szavazni, várhatóan szeptember közepétől. Az új tér a buszvégállomást építi újra, tervezi át, nyugodtan tudja megfordulni a busz, biztonságos gyalog átkelőn lehessen közlekedni a két iskola között, legyen hely és mód a parkolásra, az iskolába jövő szülők meg tudjanak állni egy-egy másodpercre, vagy fél percre ki tudják tenni a gyerekeket, illetve legyen egy olyan védett parkoló, ahol pár percre meg lehet állni. A Zugligeti iskola bővítése a Normafa program keretében valósul meg. Ma 2018. szeptember 3-a hétfő. A tanév első napja a legtöbb iskolában osztályfőnöki órával kezdődött. A diákoknak összesen 181 napot kell majd iskolában tölteniük. A tanulók először október 26-án pihenhetnek, ekkor kezdődik az őszi szünet. A hónap végéig igényelhető a Hegyvidéki Önkormányzat által nyújtott tanévkezdési támogatás. A szociálisan rászoruló gyerekek 11.800 forint támogatást kaphatnak. A kérelmeket a Népjóléti Irodához szeptember 30-áig lehet eljuttatni. Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, színpadi programok, többek között ezekkel várták a látogatókat a Magyar Nyelv és Könyvünnepén.
az olvasást és a kisebb könyvesboltokat is népszerűsítő rendezvényre ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak. Rengeteg érdeklődőt vonzott a magyar nyelv és könyv ünnepe, amelyet idén is a Budai Várban rendeztek meg. A rendezvény célja, hogy kisebb kiadók is bemutatkozhassanak és kiadványaikkal népszerűsítsék az olvasást. A Budavári Önkormányzat és a Lite, a Budai Krónika könyvesbolt közös rendezvényén nem csak a könyvekkel, de a szerzőkkel is találkozhatott a közönség. 22 könyvkiadó és 6 kulturális intézmény mutatkozott be a várban. A Budavári Önkormányzat alpolgármestere fontosnak tartja, hogy a hasonló rendezvényekkel a kultúrát, főleg az irodalmat közelebb hozzák az olvasókhoz, mert a tapasztalatok szerint már a fiatalok is egyre kevesebb könyvet olvasnak. Én tanárlétemre nagyon jól tudom, hogy a mai diákokat lekötni a tankönyvvel. Bár én fizika szakos vagyok, egy fizika tankönyvet, hogy nyissák ki és tanulják meg az anyagot, ez nem olyan egyszerű. Az interneten sokkal érdekesebben utána tudnak nézni most már az animációs filmektől kezdve jelenségeknek, természeti és kísérleti jelenségeknek, de ugyanakkor az kétségtelen, hogy egy irodalmi művet, pláne egy verset olvasni, vagy nézni a számítógépen, az nem ugyanaz az élmény. Tehát én nagyon remélem, hogy ez majd egy picit le fog csillapodni, le fog csengedni, mert kétségtelen, hogy a számítógép nagyon sok jót hozott. A mobiltelefon, okostelefon. A könyvünnep idei díszvendége a Budavári Önkormányzat testvérvárosa Székelyudvarhely volt. A vendégek számos programmal készültek a rendezvényre. Jelen pillanatban zajlik a Boróka Népszánt Együttes fellépése, és ami nagyon fontos és kiemlendő, a székelyföldi legendáriummal érkeztünk, és megpróbáljuk színesebbé, tartalmasabbá, bekapcsolódva Budavár könyvünnepében. Igen, és Székelyudvarhelyről hoztuk ezeket a fiataljainkat, akik úgy gondolom, és úgy érezzük, hogy igenis, mi is próbálunk valamit hozzátenni ennek a gyönyörű szép ünnepnek a megszervezéséhez. A fesztivált kulturális és gyermekprogramok is színesítették. A színpadon egymást követték az előadók. Felépett többek között a Kaláka, a Görömpő Kompánia és a Fabokman Csibáb Színház is. A szervezők a rendezvényt a nemrég elhunyt Kányádi Sándor emlékének ajánlották. A Virág Benedek házban emlékkiállítással várták a költő tisztelőit. A szervezők a tárlatnak a Találkozások címet adták. Fantasztikus, sok találkozás kísérte az ő életét, és ezért találtuk ezt a címet, ezt a tematikát a mai kiállításunknak, hogy találkozások, ugyanis Sándor bácsi sokat beszélt arról, hogy milyen példaképei voltak. Néhány fotót a háttérben Erdélyi Lajos fotói Óskárról, Román Viktorról, Nagy Imre bácsiról itt vannak, de ott vannak a szellemi panteónban Arany János, Petőfi, vagy még a szinte azt mondhatnám, hogy atyai barátként tisztelt I. és Gyula is, akiket ő szintén találkozásként élt meg. A Jókai Anna szalomban emlékestel idézték meg Kányádi Sándor szellemét. Tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim és őseim, vannak vidékek, viselem akár a pört a testem. A budavári könyvünnepen adták át a Tóth Árpád műfordítói díjat is, amelyet idén Tatjana Voronkina orosz műfordító kapott. Még életében Kányádi Sándor ajánlotta nekünk, hogy ő kapjon Tóth Árpád műfordító díjat. Hát többek között Kányádi Sándor műveit is lefordította, úgyhogy orosz gyermekek lassan a magyar irodalmon fognak művelődni és élvezni azokat, amiket mi magunk is jól ismerünk. A magyar nyelv és könyv ünnepét 2002 óta rendezi meg a Budavári Önkormányzat. Jelentős károkat okozott a hétvégi vihar a fővárosban, közel 100 helyszínre riasztották a tűzoltókat. Nem csak kidőlt fákat kellett eltávolítaniuk a szakembereknek, de sokfelé pincéket öntött el a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esővíz. A Szilágyi Erzsébet fasoron például felső vezetékre dőlt egy nagyobb faág, amely akadályozta a villamos forgalmat. A 61-es villamos vonalán a Kelemen László utcánál pedig a víz kimosta a sínek alól a töltést. A pálya helyreállítása még több napot vesz igénybe, így várhatóan a hét második feléig pótlóbusz szállítja az utasokat. Már lehet pályázni a Diplomamentő 2 program részeként meghirdetett ingyenes nyelvtanfolyamokra.
az angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvi képzésekre az OFA honlapján lehet jelentkezni. A támogatás személyenként akár 300 ezer forint is lehet. A programban résztvevőknek legkésőbb 2020. március 31-éig kell bemutatniuk megszerzett nyelvvizsgabizonyítványukat és az alapján kiadott diplomájukat. Drágul a tankolás, szerdától a benzinára bruttó 2, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal emelkedik, így a benzin átlagára 405, a gázolajé pedig 410 forintra nő. Átadták a Budavárért emlékérmet. Az elismerést idén Nyulászi András öttusázó, Réger Tibor Kossuth Díjas szobrászművész és Vajda József pékmester vehette át. Sorban érkeznek a gratulációk és készülnek a fényképek. Budavár 1686. szeptember 2-ai visszafoglalásának évfordulója alkalmából idén is hárman vehették át az első kerületi önkormányzat díját, a Budavárért emlékérmet. Három olyan polgárt köszönhetünk ma itt, akik nyúváikkel, tetteikkel, a közösségért végzett szolgálatukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Budavárért emlékérmen található, egyébként szállóigévé lett Kisfaludy Károly idézet mind a mai napig valóra váljon, és a máról is szóljon. Él magyar, áll Buda. Még. Az idei díjazottak között van Nyulászi István öttusázó is, aki nem csak sportolóként és oktatóként ért el kimagasló eredményeket, de a kerület társadalmi életében is fontos szerepet tölt be. Nyulászi Istvánt rengeteg emlék köti az első kerülethez, hosszú évtizedek óta itt él, a nevéhez fűződik a helyi polgárőrség megalapítása is. Amikor megtudtam, hogy ilyen eseményre kell majd eljönnem, és kapom ezt a díjat, akkor jó pár éjszakát nem tudtam aludni. Pedig egyébként nagyon jól tudok, jól alszom. Szóval nem sírtam, nem, elkezdtem gondolkozni, és az életem, hogy tulajdonképpen, hogy miért kapom. És azon nem meditáltam, hogy jogos vagy nem jogos, ezt másnak kell eldönteni, nem nekem, de nagyon jó eset. Budavárért emlékérmet vehetett át Réger Tibor is. A Kossuth Díjas szobrászművész szintén több szállal kötődik az első kerülethez. Egyik legjelentősebb alkotását, a Koronázási Palás című domborművét tavaly tavasszal avatták fel a Magdolna toronynál. Ez egy különleges díj abból a szempontból mindenképpen, hogy a Budavár nekem egy szakrális hely. Hát a magyar történelem töményen itt van, szóval én mindig látom a múltunkat magam előtt, filmszerűen peregni szinte. Harmadikként Vajda József pékmester vehette át az elismerést. Vajda József nem csak kiemelkedő közösségépítő és karitatív tevékenységet végez, de fontosnak tartja a kenyérkészítés hagyományainak felelevenítését, a tradíciók továbbadását is. Hadd köszönjem meg, hogy a munkát is díjazzák, hiszen a tudást, a kitartást, a szorgalmat díjazzák. És addig, amíg olyan országban élünk, ahol a becsületes munkát és a kitartást, a tanulást díjazzák, addig itt magyarul fognak beszélni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. A díj odaítéléséről minden évben a képviselőtestület dönt. Átadták a Városmajori Színházi szemledíjait is, a legjobb előadásdíját a Nyíregyházi Színház Illatszertár című produkciója nyerte el Mohácsi János rendezésében, a legjobb társulatdíját pedig a szombathelyi Vörös Sándor Színház kapta meg Volpóné című előadásával. A Városmajori Színházi szemlén 6 nem budapesti színház 6 előadását mutatták be, az előadások teltházzal futottak. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!